Üdvözlöm Önöket ismét a Hogyan készül műsorában. Ha a propángázt összenyomjuk, csepp folyóssá válik. Ebben a formában sokkal kompaktabb, ami azt jelenti, hogy kis tartályokban is tárolható. A szelep kinyitásakor az anyag gázhalmaz állapotban távozik, és energiája hasznos célokra fordítható. A tartályban raktározott energia így mindig kéznél van. A gázpalackok gyártásához egy nagy acéllemeztekercset használnak fel. A sajtológép egyszerre 3-50 cm átmérőjű körlapot vág ki a lemezből. A következő gép rögzíti a körlapot, egy másik szerszám pedig egyik végén zárt hengerré formálja. Mindegyik darab az egyik felét alkotja egy szabadtéri sütéshez használható gázpalacknak. Ezután a palack darabokat pneumatikus berendezések szállítják a szélvágógéphez, amelynek pengéje egyenesre vágja a henger végét. A munkások ezután karimát raknak be a palack tetejének közepébe fúrt lyukba. A palackok alsó és felső féldarabjai most két különböző irányban haladnak tovább. A felső részek egy automatizált hegesztőberendezésbe kerülnek, ami odahegeszti a karimát. A hegesztésnek tökéletesnek kell lennie, hogy robbanás nélkül kibírja a csepp folyósított üzemanyag nyomását. Ez a szerszám acélpántokat hajlít gyűrükké, és közben ki is lyuggatja őket. Ezek a gyűrűk alkotják majd a palackok talpát. A lyukak segítségével lehet a palackot rögzíteni. Egy gép ezután a gyűrűket a palackok aljához hegeszti. A felső és alsó darabok most találkoznak. Egy tolószerkezet ráhelyezi a felső részeket az alsókra. Az összeállított palackok egy forgó hegesztőpadra kerülnek. Forgás közben az automata hegesztőpisztoly a két rész találkozásának vonalát követi, a fém megolvad, és a két darab összeheged. Ettől azonban az acél megkeményedik, ami nem jó, mert a palackoknak rugalmasnak kell lenniük, hogy az összenyomott gázt be tudják fogadni. Ezért a palackokat egy kemencében megedzik. A hegesztési varratot szúrópróbaszerűen ellenőrzik. A palackból kivágnak egy darabot, és mindkét oldalát lecsiszolják, hogy a hegesztés előtűnjön. Aztán pontosan a varratnál meghajlítják a mintát. Ha nem válik szét, akkor kiállta a próbát. Egy másik próba során a palackot egy vízzel teli hordóba süllyesztik, és vizet szivattyúznak bele. Ha a palack a nyomás hatására kitágul, akkor a lezárt hordó belső nyomása megnő. A palackokat ezután festékszórópisztolyok elektrostatikusan feltöltött festékszemcsékkel fújják be. A palackok körülbelül 800 métert tesznek meg az ellenőrző állomásig. Itt megvizsgálják őket, hogy nincs-e bennük szennyeződés. Ezután a karimás nyílásba berakják a szelepet. A palackokat egy speciális gépbe teszik, amely a szelepet erősen becsavarja a helyére. Egy végső próba során a levegővel teli palackokat víz alá merítik. Ha a vízben nem szállnak fel buborékok, akkor a szelep jól zár. A
az így elkészült gázpalackok sok kerti hússütésnél tesznek jó szolgálatot.